megint ki kellett állítani a forgalomból az új orosz metrót, ezt a Metróért Egyesület közölte Facebook oldalán. Úgy tudják, most azért, mert nincs rá személyzet. Ezt azonban a BKV egyelőre nem erősítette meg. A felújított orosz metrókocsit múlt hétfőn állították forgalomba, azóta alig volt olyan nap, hogy ne lett volna gond vele. Egy hete kedden az ajtózáró rendszer hibásodott meg, amiért szerdán forgalomba se állt. Csütörtökön az orosz fél kérésére vonták ki a forgalomból, múlt pénteken pedig minden előzmény nélkül állóra fékezett a szerelvény az alagútban. Ebbe a hármas metró ügyben most már egész biztos vagyok, hívő ember létemre, hogy ebbe a sátán keze van, mert másképp ez nem történhet. Hát úgy, hogy vallásos. Átmegyünk az Árpád hídon, balra van egy templom, ott minisztrált az apám, és ott minisztrált a biztos. De ha azt mondja, hogy vallásos létére, az azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy vallásos. Nem akarok itt különösebben. Igen, én sem hiszem, hogy ez ide van, de tudjátok, hogy ki a sátán? Nem találtátok? Hát, aki belepiszkált a... A Soros! Nem, azért nem, a Metro-szoftvert nem ő piszkált, hogy nyílik, nem nyílik, indul, nem indul. Én szerintem ezek... Nem, egyébként a Laci, az volt a lényeg, amit te kérdeztél a Gábortól, hogy most ez próbaüzem, vagy nem, hogy most ezek a hibák, ezek törvényszerűen előjönnek a próba során, vagy nem. Én azt hiszem, hogy így lehet, hogy próbaüzem van. Na de a próbaüzemben nem szoktak utasokat szállítani. Igen, nem? Azt nem kéne kísérletezni. Nem kéne kísérletezni. Ez egy élő erős. Igen, de emlékeztek annak idején azt mondták, hogy a kommunizmust azt eredetileg állatokon akarták kipróbálni, csak már nem volt így. Csak nem vállalták. Nem vállalták. Egyébként az akkor volt szép. Meg biztos, hogy a szakértők biztos, hogy tudják, hogy van a próbaüzem, de az volt a szép, amikor bejöttek az új metrókocsik, és akkor nem merték körbeküldeni őket az alagúton, hanem a régi metrókocsira raktak ilyen hungarocellből kivágott idomokat, hogy lássák, hogy elfér-e az alagútban, és nem is fért volna el. Úgyhogy akkor de azt hallottad, hogy a Demszki elmondta, hogy ezek 2004 óta már ott álltak, szerinte ezek új kocsik, amiket a Putyinnal való megállapodás miatt kellett átvenni később, és hogy ezek valószínűleg lehetett tudni, hogy halálra vannak. Én meg azt olvastam, nem tudom, hogy igaz-e, de én azt olvastam, hogy nem képezték ki a vezetőket. Tehát, hogy egy-két napon... De az egy másik kérdés, hogy az igazi vita arról szólik, hogyha új kocsik beszerzése történt volna, vagy itt döntöttek volna, hogy új kocsit szerzünk be, akkor ki kellett volna írni pályázatot. Viszont a régi szovjet gyártmányú kocsik felújítása. Igen. Egyébként annyit tudok, hogy Dunakeszin, ahol a egyik legnagyobb járműjavító van, ott egy falun belül dolgozik, és mesélte, hogy a régi kocsikból a forgózsámolyok maradtak meg, amiket ők ott tisztítanak, és visznek ki Oroszországba, ahol újjáépítik. Tehát gyakorlatilag mi az a forgózsámoló? Hát gondolom az amikor a kerék elfordul. Tehát azt állítólag ott szerelik ki a régi... Ezt nem tudtad, Zsuzsa. Nem, bocsánat, nem. Nem lehet, hogy ez is csak úgy működik, ahogy általában ugye az állam, hogy a személyzetet is, meg a szerelvényeket is politikai megbízhatóság alapján választották. Az biztos, hogy itt nincs rendben ez a történet. Szerintem Demszki Gábornál sem volt rendben, úgyhogy jobb lenne, ha nem nyilatkozna ezekről a dolgokról. Szerintem, de én ehhez nem értek, de azt tudom, hogy én elég jól vezetek autót. És be is tudok állni a járda mellé. Neked is itt van lenne a Jaguar. Mercedes, egy öreg Mercedes van. Az a tiédé? Nekem egy 10 éves Jetta a szolgálati gépjárműben van. Na, de hogyha odaálltok hárman vagy négyen a járda mellé, és nézitek, hogy na, be tud állni a Dömsödi, nem tudok, biztos, hogy neki megyek a járdának. Ezzel ez a szegény metrókocsi is így van, mert annyira figyelünk rá, hogy... Nem, a sátán, nincs semmi más. Szerintem egy új eszközzel ezek történnek, csak erre most nagyon figyelünk, nagyon nagy figyelmet kap, és hír minden nap a tévben, hogy nyílta az autó. Nem, egyetlen dolgra felhívnám figyelmet. Ne kell takkal jobb oldalról bombázni a Demszkit. Erre a Demszki halálos nyugalommal őszinte szemmel belenéz a kamerába, és azt mondja, én tulajdonképpen az utolsó két ciklusban semmiről nem tudtam. Tehát éppen bejártam a hivatalba, mindent helyettem intéztek, egyetlen ügyben nem vettem részt, és utána érdeklődtem, most nevet nem fogok mondani, ezzel is, és hogy tényleg semmiről nem tudod. Gyakorlatilag egy Mesterházi Ernő nevű
ember volt, akinél összefutottak a szálak, és a Danske azon kívül, hogy hol elvált, hol nem de vált el. Így, ilyen mindenütt elmondta, hogy ő gyakorlatilag semmiről nem tud, ők mindenből. Igen. De tényleg nem tudod. Biztos, hogy ezt így mondta? Biztos, azzal több száz ügyel foglalkozott, és nem, hát én hogy? Ez olyan pontosan, hogy a Demszki ellentéte Orbán Viktor, akinek a munkaidejének jelentős részét a külföldi titkosszolgálatok viszik el. Mennyivel jobb a Tarlós, nem? Mert ő viszont mindent tud. Igen, abszolút. A metrópocsokat is meg tudja javítani. Hát gyerekek, hogyha ez a menő, akkor már nem mindenek. Tehát ez... Na, ennyi volt az első fél idő. Jön a reklám, aztán folytatjuk.